Nagyvázsony örökösségről kormányzata képviselő testületi településfejlesztési terveiben régi célokat fogalmazott meg, igazából azokat a célokat tartjuk fontosnak, amelyekre már régóta vágyunk, régóta pályázunk. Eddig sajnos nem nyertünk támogatást. Ezek a célok pedig nem mások, mint az egészségház fejlesztése, amelyre 2008-ban adtunk be pályázatot, ez sajnos elutasításra került, a belterületi utak fejlesztése, illetve a Kinizsivár rendbetétele. Itt mindenképpen szeretnénk a következő időszakban, hogyha a Kinizsivár tornyát rendbe tudnánk tenni, hiszen lassan életveszélyes állapotba kerül. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a régi kisiskola épületét is szeretnénk továbbiakban is hasznosítani. Én remélem, hogy elnök úrtól kapunk majd biztatást arra, hogy a terveinket megvalósíthassuk itt Nagyvázsonyban. Végezetül pedig szeretnék a Pontos Alapítvány díjazottjainak szívből gratulálni. Mindannyian megdolgoztak a jó hír névért, és ezúton is köszönöm az önkormányzat nevében is, hogy máshol is, más településeken is segítik Nagyvázsony hírnevét. Ígérem, hogy meg fogok rövid lenni, hogy minél több idő jusson el túlra, illetve a díjazottakra ma esti fórum alkalmán. Lesz még gondolom lehetőség Nagyvázsonyban különböző, akár magán, vagy részemközi találkozásokon beszélni arról, hogy milyen fejlesztési lehetőségek vannak, és ebben mit tud segíteni a vidékfejlesztési program. Először talán az MNV3 Magyar Nemzeti Vidékhálózat, hogy mégis milyen iroda, vagy milyen funkcióval alakult meg ez a hálózat itt, illetve ennek irodája Veszprémben. Maga a MNV3 most már 6. éve működik. Célja, nem fogok mindent elmondani, elég szépen el van írva a legfontosabb tudnivaló. Maga a célja tulajdonképpen úgy fogalmazott Pizsán András, Kulai település építésze, egy hívüdíjas építész, az MNV3 elnökségének tagja, hogy kicsit az MNV3 szerepe, mint régen a telefonos kisasszonyoknak volt, tehát összekötni a szereplőket, a gazdákat, a civil szervezeteket, önkormányzatokat pályázni, vagy egyáltalán valamiféle fejlesztésre törekvő szervezeteket azokkal a szereplőkkel, ahol forrást találnak, vagy ahol pályázati lehetőséghez jutnak, vagy ahol az elképzeléseiket meg tudják valósítani. Milyen feladata van és lesz a jövőben a megyei területfejlesztés terén? Azt azért tudni kell, hogy a területfejlesztési koncepciók és a programok azok ugye nagy mértékben meg fogják határozni a jövőben is azokat a lehetőségeket, amit egy település vagy egy járás ki fog tudni használni. 2 évvel ezelőtt kezdődött el Magyarországon egy átfogó reform, ami az államigazgatást illeti. Ugye a megyéknek eddig az volt, hogy intézményeket tartson fent, amelyek az önkormányzatok nem bírtak fenntartani, de iskolák, kórházak, szociális intézmények, színházak, múzeumok, levéltárak, meg még sorolhatnánk néhányat, ami a feladatunk volt. Gyakorlatilag egy elég komoly fogással rendelkeztünk, és ezeknek az intézményeknek a működése fenntartása volt a dolgunk. József Tomás iskolavezető és Varga Béla népművelő kapta ezt a díjat. 2009-ben idős Trémer Zoltán volt polgármesterünk, Bok József volt jegyzőm, valamint Császár Otto volt tanácselnökünk kapta ezt a díjat. 2010-ben Csebi Pogány Péter, német önkormányzati elnök, dr. Horváth Balázs országgyűlési képviselő, Tár Zoltánné, Hédi néni, pedagógus, nyugdíjas klub elnöke. 2011-ben a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület, Tarsoly László kovácsmester és múzeum alapító, valamint Vályócsák Károlyné, Ági néni, pedagógus és nemzeti díjas lovas tanár. 2012-ben pedig Mesterházi József, erdész, vállalkozó, fotós, Bok Ferenc, a Lovas Egyesület elnöke és a Nemes Lányfalu Jövőért Alapítvány kapta ezt a díjat. A felsorolásból is kiderül, hogy a díj odaítélésénél fontos szempont a közösségi munka, a hagyományápolás, a kiemelkedő teljesítmény és a kitartás. Nincs ez másként a 2013-as díjak átadásakor sem. Felkérem Fárdinér dr. Takács Tímeát, a Pontosz elnökét és Laszlovica Jenő elnök urat, hogy adják át a Nagyvázsonyi hírnevéért 2013-as díjait. Ne
megkérem Fábri Szabolcsot, hogy olvassa fel a logációkat. Minden évben három díjazásra kerül sor. Az idei díjazottak között egy magánszemély és két közösség szerepel. Első díjazottunk, Szigeti Balázs, megkérném fáradjon. Szigeti Balázs 1991-ben született Veszprémben, születése óta Nagyvárosban egy családjával testvérével. Szigeti Balázs az Ajkai Speciális Iskolában, illetve Ajkán ismerkedett meg a padlók és sportággal. Edzője Gulyás Lajos, aki egyben a magyar válogatott edzője is. A magyar válogatottban, válogatott soraiban Szigeti Balázsra számos tornát nyert Ceglénen, Győrben, Kőszegen, Budapesten. A csapat így kvalifikálta magát a 2013-10. Speciális nyári olimpiára, amelyet Dél-Koreában rendezett meg a Nemzetközi Olimpiai Szövetség. A válogatott keret tagja volt Szigeti Balázs és csapattársaival január 25-én utaztak el az ázsiai játékokra, és február 7-én tértek haza olimpiai aranyérmével. Szigeti Balázs mellett említsük meg a válogatottban csapattársakat is, Berkes László, Pelikán Barnabás, Török Bálint és Varga Csaba. A döntőt Balázsék jamaika válogatott ellen vívták, izgalmas szoros mérkőzésen 2-0-ás magyar siker született. A finálé izgalmai szinte az egész magyar delegáció átérhette, hiszen sportolók és edzők többsége kiment szurkolni a csarnokba, ahol folyamatosan zúgott a hajrá magyarok. A sportágnak ez az első olimpiai aranyérme, Nagyvázsonynak pedig Szigeti Balázs nem csak az első olimpikonja, hanem első aranyérmes olimpikonja is egyben. A nagyvázsonyiak büszke Szigeti Balázs, kívánok neki a sport és magánéletben. Szeretnének megismerkedni a magyar hagyományaival, ezen belül is a táncaival.
Az első próbán a visszaemlékezések szerint három fő jelent meg, de a későbbiekben egyre bővült a létszám és megkezdődhetett a komoly munka. A társcsoportban jelenleg 12-14 fő lép fel rendszeresen Mezőség, Kalotoszeg és Magyarország különböző tájának koreográfiáját. A különböző tájegységek táncaival Hajdú Péter és felesége Hajdú Viktória ismertetett a csoportos tagjait. A tánccsoport minden pénteken próbát tart, amelyre a tagok mellett az érdeklődők is bármikor részt vehetnek. A próbára felnőtt tagok szabad idejéből járnak el, van, aki külföldi munkája mellett jön haza családjához és a táncpróbákra is. A pénteki alkalmak igen vénykedélyűen telnek, de mindemellett nagy odafigyeléssel és szorgalommal próbálják követni a művészeti vezetők útmutatását. Első megmutatkozásunk 2011 áprilisában a Luca Széke című humoros táncjátékuk volt, ugyanebben az évben a nagyvárosi felnőtt betlehemesekkel is készült közös adventi betlehemes táncjáték. A tánccsoport azóta számos településen öregvíti hangulatos és színvonalas produkcióival nagyvárosi jó hírnevét, de eljutottak már Kinizsi Dátosai a franciaországi Châtillon-sur-Indre-be, meg Indre-ben megrendezett európai találkozóra is, és képviselték nagyvárosi. A csoport mai napig aktív résztvevői a közösségi életnek, minden felkérés szívesen teljesítenek, amennyiben ideig enged. A táncsoport aktív kezdeményezője az alkalmanként megrendezett táncházaknak is, ahol 150-200 fő vesz részt a magyar tánc tanulásában, ápolásában. A díjazásban részesülő közösség nagy erénye, hogy olyan emberek vállalták fel a hétvégi próbákat és a fellépéseket, a Kárpát-medencei magyar kultúra ápolását, akik többségében korábban nem volt kapcsolatuk a néptánc mozgalommal. Nagy dolog napjainkban, hogy fiatal felnőttek, középkorúak valami újat és szépet tanulnak meg, és képviselik, óvják ősi értékeket.